Évszázadokkal ezelőtt szembetegségnek hívták, ma már epilepsziának nevezik. Világnapja vasárnap lesz. A Világnap programjáról, a magyarországi eseményekről faggatom mai stúdióvendégemet, dr. Kondákor Istvánt, a Pote Neurológiai Klinikáján egyetemi tanársait. Köszöntöm Önt nálunk. Arra kérem, hogy meséljen néhány szót a központi budapesti programról. Hát az epilepszia világnap, ez külföldön már több évtizedek óta megszervezésre kerülő eseménysorozat, amivel próbálják felhívni a figyelmet az epilepsziának, az epilepsziásoknak a problémájára. Pár éve nálunk Magyarországon is ez megrendezésre kerül, elsősorban a budapesti központ segítségével. Szombattól lesz egy központi rendezvény, ahol elsősorban a rehabilitáció és az epilepsziásoknak a mindennapi gondjaival kapcsolatban próbálják felhívni a figyelmet, illetve hogy milyen segítséget kaphatnak ma Magyarországon. Gyógyítható ez a betegség? Tehát mennyire lesz könnyebb a beteg élete azáltal, hogy kezelni tudja betegségét? Hát az epilepszia az egy betegség a sok közül. Általában azért tartják, vagy azért övezi még mindig erős misztikum a betegséget, mert kevesebb tudnak róla. Gyógyítani, tehát általános gyógyulásról nem beszélhetünk, de jól kézben tartható. Itt legegyszerűbben talán úgy lehetne érzékeltetni, hogy az agynak az izgalmi és a blokkoló állapota között egy egyensúly eltolódás jön létre, és indokolatlanul túlmozgások jönnek létre, amelyek aztán egy ilyen súlyos működészavarhoz vezethetnek. A misztikumot általában az okoz, hogy keveset tudnak róla az emberek. Tehát, hogyha valaki meghallja azt a szót, hogy epilepsziás valaki, egy utcán fetrengő, görcsben égő embert képzel maga elé, az az igazság, hogy nagyon sokféle tünetként, nagyon sokféleképpen lezajlódhat egy-egy rosszulét, attól függően, hogy az agynak kisebb vagy nagyobb területét érinti ez a betegség. Akár egy pillanatra jelentkező tünettől kezdve nagyon sokszínű a kép. A mai gyógyszerekkel az esetek 80-85%-ban jó kézben tarthatóak és rohamentessé tehetők. Ha már az epilepszia súlyosságáról beszélünk, akkor mi a véleménye arról, hogyha például egy munkavállalóról a munkahelyén kiderül, hogy epilepsziás, és emiatt negatív diszkrimináció áldozata lesz, és emiatt bocsátják el, mennyire lehet ez jogos epilepsziás betegnél? Hát ez a legsúlyosabb kérdés, ami tulajdonképpen ma is folyamatosan napirenden van. Félnek az epilepsziásoktól. Félnek azoktól az epilepsziásoktól is, akiket a gyógyszerekkel teljesen rohammentessé tudunk tenni. Ha meghallják ezt a szót, akkor szabadulni akarnak a munkáltatók ezektől az emberektől, főleg a mai kiélezettebb helyzetben. Pedig egy kis odafigyeléssel és átérzéssel ugyanolyan munkakörökben dolgoztathatók volnának, ahol a nem epilepsziás emberek. Itt a gond ott van, hogy akiknek folyamatosan visszatérnek ezek a homályállapotok, azok valóban nem dolgoztathatók bizonyos munkakörökben, de nagyon sok olyan munkakör van, ahol teljes értékű emberként tudnának dolgozni. Körülöttünk, közvetlen környezetünkben hozzávetőlegesen hány ilyen ember él Pécset, vagy akár itt a régióban, Baranya megyében? Általában 1-2%-os a betegségnek az előfordulása, tehát ez világ szinten kb. 40 millió embert érint, Magyarországon egy 80-90 ezer emberről tudunk, tehát akinek már volt, vagy jelenleg epilepsziás gyógyszereket szed. Baranyában hasonló az arány, mint ahogy mondtam, kb. 70-80%-uk rohamentessé tehető, de van egy olyan kisebb hányad, akik folyamatos gondozást igényelnek. Pécs szerencsés helyzetben van, mert a Pécsen a Pote Neurológiai Klinikáján, az epilepszia ambulancián van egy folyamatos gondozási lehetőség arra, hogy már évek óta visszajöhetnek, folyamatos gondozásban részesülhetnek, több száz beteget folyamatosan gondozunk, bármilyen problémájuk van, hozzánk fordulnak. És hát az országban több ilyen epilepszia központ is van, ahol próbáljuk a betegeket összefogni és gondozni folyamatosan. Beleszületett betegség az epilepszia, vagy kialakulhat életünk során, és hogyan kell kezelni, hogyan veszi észre egyáltalán az egészen enyhe tüneteket valaki? Egy kis százalékban vannak genetikusan örökölhető formái, de a nagy többség az szerzett valamilyen vagy születéskori sérülés, vagy későbbi sérülés, esetleg agydaganat, egyéb vírusos megbetegedéseknek az utótüneteként jelentkezhet.
Természetesen a felhívó tünet az az, hogy egy homályállapot, egy eszméletvesztés lép fel, amelyet kísérhetnek egyéb tünetek, akár egy furcsa látási hallucináció, egy furcsa fényfelvinnalás, akár egy furcsa illatnak az érzete, mondjuk, hogy fokhagyma illat indokolatlanul. Tehát ez nagyon függ attól, hogy az agykéregnek melyik területe érintett, és ez a terület ez milyen mértékben kiterjedt ebben a rendellenes, hát irritációban, ebben a rendellenes funkciózavarban. Mindenképpen egy eszméletvesztés, egy indokolatlan eszméletvesztés az kivizsgálást igényel, és ennek a hátterében lehetnek komoly szervi eltérések agydaganatnak, vagy agyvérzésnek lehet az első felhívó jele. Nem egyszer. Én bízom benne, hogy sikerült felhívnunk a figyelmet a világnapra, vasárnap tehát világra. Világnap Budapesten pedig szombaton nemzetközi program. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést. És köszönöm.